Én húzok még egyet. Dórinak, Viktortól. Kedves Dóri, a játék elejétől egészen a játék végéig te voltál, és vagy jelenleg is a legerősebb lányjátékos. Nem is kérdés számomra, hogy ezt a játékot neked kell megnyerned. Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, aminek nagyon örülök, és remélem otthon is tartós lesz ez a barátság. Nem véletlenül vagy a döntőben. Meg tudod csinálni, képes vagy rá, hogy te legyél az Exatlon idei évadának a győztese. Én hiszek benned, higgy te is magadban, szurkolok neked. Hajrá, Dóri! Üdvözlettel, Viktor! Én nagyon örülök azoknak a leveleknek, amit kaptam. És amilyen üzeneteket tartalmazott, az nem baj, hogy kevés. De a minősége az olyan, hogy este még lefekvés előtt biztos nagyon sokszor elolvasom őket. És egyben magamhoz is vettem, mert nagyon sokat jelentenek. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok a saját leveleim hallatán. Illetve amit a többieknek írtak, azok is nagyon-nagyon jók. És szerintem ebben még mindenki tud plusz erőket gyűjteni. Bálint. Hallgatom. Ciao, kölyök. Onnától van ezek szerint. Minden képességed megvan ahhoz, hogy megnyerd a versenyt, de ezt te is tudod. Az igazság az, hogy a te esetedben úgy érzem, fölösleges lenne regényeket írnom. Pontosan tudod, hogy az eleje óta szurkolok neked, és úgy érzem, te vagy a verseny egyértelmű győztese. Az a tűz, ami a játék során végig kísér téged, az kell majd a győzelemhez. Őrizd meg a gyermetek ártatlanságodat, és élvezd az összes pillanatot. Ahogy Anna mondaná, csak lazán. Te. Anna. Ezeket tényleg tök jó volt hallani. Duró egyébként olyan, mintha tegnap írtuk volna ezeket a leveleket, de akkor még itt voltunk összesen 10 a DV-kkel együtt. Ahhoz képest most 4 itt ülünk, és 1, illetve 2 napra vagyunk a döntőtől. Megképezte. Szerintem nagyon nagyot küzdöttünk érte mindannyian, és megérdemeltem fogunk ott állni a rajtnál. Aztán ne tartalékoljunk sehova. Maxoljuk ki. Csorsra kéták. És élvezzük. Így van. Nagyon jó érzés volt hallgatni a leveleket, amiket a többiek kaptak, mert látszott rajtuk, hogy nagyon-nagyon jól esik nekik. A sok bíztatás és támogatás, amit a csapattársak leírtak a levelekben. Nekem nem szólt egy levél sem, de igazából az a sok pozitív energia, ami belőlük áradt, engem is feltöltött, és úgy gondolom, hogy mivel nincs szükségem arra, hogy én engem kívülről támogassanak, és én úgy érzem, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy egyedül is végigcsináljam, és hogy megmutassam itt mindenkinek, és az otthoniaknak, és leginkább önmagamnak azt, hogy mennyi minden van bennem, és mit tudok kihozni magamból. Így azt gondolom, hogy nekem tényleg nincs szükségem ilyen levelekre. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.